Fel kellett forgatni a Ványi Zsoltnak a csapatot, még Lipcsei Péternek kevesebb ilyenfajta gondja van. Mindenesetre most Nagy Lajos látjuk fehér mezben, ő rég ismerős lehet, a Zalaegerszeg egyik kulcsembere volt, bajnok is volt az NB1-ben, ő tehát a ceglédi csapatkapitány, míg a másik oldalon pedig Vas Máté. A Ferencváros második csapatának összeállítását láthattuk a képernyőn, ők pedig a ceglédiek, azzal a bizonyos felforgatott védelemmel, Konccal, Juhásszal, két középpályással a védelmi sorban. Veszélyesen kanyarodik a labda, aztán végül a kapusnak nem kell közbeavatkozni a Rigónak, mert elfejlik a védők. És egy visszapattanó, és egy lövés, és egy gól az elején! Vezet a cegléd! A negyedik perc elején tehát a cegléd idegenben megszerzi a vezető gólt. Kormos volt az, aki a lecsorgóra indult, és kihasználja a lehetőséget. Hát, soha rosszabb kezdés ferencvárosi szempontból, és soha jobb a ceglédi részről. Itt pedig nézzük az első gólt, jól eltalált labda, Kormos labdája. Azt hiszem Rigónak nem volt túlságosan sok esélye, 18 méterről, pontosan a bal alsóba. És egy labdaszerzés. Ilasi volt, aki elvitte, majd el is rontják abban a pillanatban. Csurka forgolódik, vissza a Ferencvárosnak. Belicki, ez nem lesz, ez nagy helyzet, és 1-1. Hát mi történik itt? Nagyon-nagyon gyorsan peregnek az események. 1-1 az ötödik percben. Ilasi góljával 1-1. Nézzük ezt a paszt. Nézzük a fordulatot, holman volt, az nem Ilasi, elnézést kérek. Itt viszi a kapus mellett holman. Jó labda. A középre adás is, és aztán megint csak Nagy Lajos. Jó a csel, és azt hiszem, hogy ez már 11-es. Akció hátán, és lehet, hogy gól hátán. Minden esetre a sárga lap villan. Tán Vas Máté volt az, aki kapta. Nem bírtalan. Tizenegyeshez jut tehát a cegléd a mérkőzés 9. percében. És belövi. A cegléd pedig 2-1-re vezet. A 9. percben tehát egy büntetővel fordít a ceglédi együttes. Konc volt az, aki nagyon-nagyon magabiztosan helyezte a labdát a kapus mellett a hálóba. 9 perc, 3 gól. Azt nem mondom, hogy a védelmek nem voltak benne a gólokban, de minden esetre, ami a labdarúgás lényege, tehát a gól van ebből bőven. Ismét Rigó. Virtalan. Te visszaindul, mint egy kérni a labdát, de Belicki kapja meg, Belicki hosszaszökteti magát egy kicsit. És Bácskai érzi, hogy jönni kell, Belicki pedig lehet, hogy hozzáér. Szép mozzanat volt, szó nincs lesről, ott is egy kis védelmi bizonytalankodás középen. Nyilasítette tovább, Simita. Újra Nyilasi. Vas Máté. Belicki újra, ez már helyzet. Gól! Szépen csinálta. 2-2.
Bácska is talán önmagát hibáztatja, a ceglédi kapus pedig talán inkább a védelmet kellene. Hát ketten hozzák össze, éles szögből, de nézzük meg. Nem volt les, elmegy Koncz mellett. És itt nem kell igazítani. A befelé vetődő kapus mellett úgy gondoltatán Bácskai, hogy beadja Belicki. Nem, ő az eredményesebbik megoldást választotta. Éles szögből, tehát Belicki egyenlít. Ferencváros Ceglét 2-2. A 24. perc és 2-2, hát azon kedves nézőink, akik talán később kapcsolódnak be a közvetítésbe, meglepetéssel konstatálhatják, hogy már 4 gól, és már ennyiről maradtak, de hát most itt lehet a következő lehetőség, és Bácskai óriásit véd! Belicki szenzációs mozdulattal Holman elé, még meg is nézheti a ferencvárosi játékos, hogy hova rúgja, de Bácskai előbb gondolkodott. Megküldte belsővel. A vezető gólt ő rúgta még a 4. percben 18 méterről. Pontosan a bal alsóba továbbította a labdát. Kenderes. Nem tud közelebb jutni a Cegléd a ferencvárosi kapuhoz. Talán így. Jó a középreadás, jó a fejes. És ott középen ki tenyereli a labdát Csurka elől a kapus Rigó Gábor. Váratlan megoldás volt. Csurka ment, és Rigó bravúros mozdulattal szabadítja föl a ferencvárosi kaput. Itt a fejes, és Csurka elől kivágják. Koncz húzódik előre. Hoppá! Holman végzi el, többen is mennek fejelni, és elcsavarja a léc fölött. Juhásznál. Centiméterekkel arrébb, hát nagyon nagy hiba, egy kis egyet nem értés ott középen a ferencvárosi védelemben. Csurka bekotorja. Valami nem mindennapi ügyetlenkedés és botorkodás ott a ferencvárosi védelemben. Csurka besétál gyakorlatilag, ha nem is a gól vonalig, de neki már nincs nehéz dolga. Nézzük meg még egyszer az előreadást, az előreívelést. A kapus nagyon-nagyon rosszul érkezik, rossz ütemben, azért meg kell harcolnia még a labdáért Csurkának ott középen. És Birtala mellett 5 méterről. Az utolsó perc, az utolsó másodpercek az első félidőben, ha a játékvezető nem hosszabbít egy kicsit, lehet, hogy megteszi. De nem, ez a vége. 3-2-es ceglédi vezetés, igazán sok fordulatot tartogatott a mérkőzés. Azt hiszem, hogy a védelmek nem álltak a helyzet magaslatán. Egy kis rángatás Juhász részéről, a játékvezető engedi, mert a ferencvárosiaknál maradt a labda. Gárdos András, mondjuk finoman azt, hogy határeset. Egy jó szerelés, és egy ceglédi ellenakció, Megyesi, ez is jó, mellé, Skuncz óriási helyzetben, mellé lövi a labdát a 47. percben. Labdát szerzett a Cegléd, Skuncz kérte, megkapta, ellőtte 12 méterről. Koncz. Belicki résen volt, majdnem elcsípte a labdát egyébként. Megyesinél, még mindig Megyesi. Gól! Hűha! Hát
ezt összehozták. Azt kell mondanom, Megyesít az akaratossága dicséri azt, hogy nem adta föl, hogy vitte tovább, és végül megcselekedte, amit megkövetelt Cegléd. Megszerzi a negyedik gólt, de hát azért a ferencvárosi védelem is dudos ebben alaposan. De minden dicséret Megyesié, nézzük meg még egyszer. Itt van Megyesi, tovább viszi. Aztán ketten próbálnak zárni előtte, és hát bizony Rigó Gábornak innen nem lehetne, vagy nem lenne szabad gólt kapnia, de nem ám. Megyesi éles szögből megszerzi a negyedik ceglédi gólt. Nem érnek oda, középről sem, Birtala mellett elvitte már Megyesi. És közben Nyilasi Bálint helyett Nehéz Máté a Ferencváros együttesében. Két gól a különbség, azért ez már vaskosabb, aztán rögtön a cserember Nehéz tüzérként próbálkozik, de mellé suhan a labda. ...21-22 méterről. Belicki, ez eddig jó. Holman megtartja még a labdát a vonal előtt. Belicki a jobb oldalra. Simita. Még mindig a horjorgas védő ível a túloldalra. Ez egy fejelési kísérlet, ott bent középen. Próbál Belicki labdához jutni, majd Vas, óriási lövés nagyvédés Bácskaitól. Két ferencvárosi lehetőség. Nehéz Máté még mellé lőtt, azonban ez egy nagyon komoly erejű lövés volt. Bácskai hárított. Busai. Simita ismét. És egy lövés, és egy gól a jobb alsó sarokba. Végül is a Ferencváros szépíteni tud. 4-3. Belicki Gergő megszerzi a második gólt, vagy a második góliát. Ez a ferencvárosiak harmadik gólja, a 62. percben. Tűzi játék a ceglényi kapu előtt, de végül is ez is egy védelmi hiba. Rosszul találja a labdát, ott középen Farkas. Belicki nem haboz túlságosan sokat, és a sarokba küldi a labdát. Erdei lendül előre. Belicki vissza Erdeihez. Simita, ebből veszélyes dolgok is kisülhetnek. És egy perdítés. Nem sikerült elég erősen perdíteni a labdát a kapu felé. 32-33 méter, lehet egy picit több, Megyesi, rálövi? Rálövi! Haj, mekkora lövés volt, és Rigó Gábor bravúrral kiszedi a labdát a bal alsó sarok elől. Elsőrangú mozdulatok, mind Megyesié, mind pedig Rigóé. Szöglete áll, ceglédi szöglet a jobb oldalról. Jó a csúsztatás, és hát talán ha fél métert tévedett Skunc ezzel a csúsztatással. Konc és Hargas a letett labda mögött. Hargas mutatja, hogy ki hová helyezkedjen. De lehet, hogy nem ő végzi el, hanem Konc. De Hargas jobbal, nem? És most a lövés! Kipattad a kapusról! Ez volt a vezércsel! Hát végül csak Birtalannak hagyják. A kapus kivételével mindenki a ceglédi térfélen. Mennek fejelni, gól! A Ferencváros egyenlít a 81. percben. Mindenki ott a ceglédi térfélen. És talán Busai volt, vagy Holman volt. Hát én most meg nem mondom, őszintén szólva, kedves nézőink. Minden esetre
a Ferencváros egyenli, de Busai volt az most már így a lassításból. Belicki középen kéri, meg is kapja. Remekül lekezeli, kicsit elrántják ott hátul. Aztán egy lövés mellé. Talán Busai volt, aki előre lendült és mellé lőtte a labdát. Belickit megrántották egy kicsit. Ez volt az a pillanat, amikor ő nem jutott a labdához. Szóida lögdöste csak ellenfelét. Cegrédi lehetőség és egy kapus bravúr, mert egy lövés, amit védeni tudott. Balogh küldte el a labdát, és végül Rigó bravúrral védeni tudott a 86. percben. És így most legalábbis ideiglenesen felszabadul a Cegléd kapuja. Büntetőt reklamál minden Ferencváros és Ferencváros érzelmű szurkoló, de talán nem volt ez. És itt most egy ceglédi lehetőség, és kijön a kapujából Rigó. Bírtalan a labdáért. A szokásos koreográfia, őivel majd a tizatoson belülre, ahol ott vannak a fejelő emberek, ott van Batik, ott van 16-ossal Busai. Holman is megy, a kapus is jön, nem tudja elérni. Egy fejes, és megszerzi a Ferencváros az 5. gólt. Hát megint összehozza a ceglédi védelem. 5-4 a Ferencváros javára, 91. percben. 2-4 után. 5-4. Hát ez félelmetes. 2-4 után 5-4. És Batik Bence feje villantott. Ott megy a labdáért Batik, és 5 méterről a két ceglédi védő között a kapu közepébe küldi a labdát. A csereember igazán rászolgált a bizalomra Batik fejes góljával. 5-4 a Ferencváros javára. Ismét egy fejes gól. Az egyenlítő gól is fejesből született, és az 5. ferencvárosi gól is egy fejes. Még egy próbálkozás, egy ceglédi próbálkozás, kicsit rövid a hazaadás. Aztán Rigó kirúgja, érkezik Bírtalan, és ez a vége. A Ferencváros második csapata tehát folytatja jó szereplését, és immár az utolsó 5 mérkőzést nézzük, 3 győzelem, 2 döntetlen. Belicki a 7-es számú játékos, az egyik hőse ennek a mérkőzésnek, hiszen 2 gólt is szerzett, de Holmant is dicsérni lehet, Holman Dávidot. Itt van már mellettünk Holman Dávid, akinek gratulálunk a 2 góljához, és ahhoz, hogy nyert a Ferencváros egy nem akármilyen mérkőzésen. Igen, hát köszönöm a kedves nézőket. Nagyon boldogak vagyunk, hisz nagyon nagyot küzdött a csapat. Úgy gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy mekkora tartásunk van. Szeretnénk elkövetkező 3-4 meccset is behúzni, és így neki menni a mérkőzéseknek. Ugye háromszor egyenlítettetek, egyszer 2 gól sátrányból, és végül a győzelm is meg lett. Tehát ahogy mondtad, a csapatnak van ereje. Igen. Hát minden edzésen próbálunk a legjobb teljesítmény nyújtani, úgyhogy hát gratulálok a csapatnak, úgyhogy megyünk a következő meccshez. A legutóbbi 2 meccset is megnyertétek, eddig nem így alakult a szezon, mint a legutóbbi 3. Igen, hát egy nagyon komoly gödörből jött ki a csapat, úgy gondolom, és hát próbálunk küzdeni tovább, és minél több pontot összeszedni még a bajnokság felé. Tudom, hogy sok van hátra, nektek motivációban mennyire, nyilván nagyon rossz az, hogy jövőre nem lesz NB2-es a második csapat. Igazából ezzel nem foglalkozunk, az a lényeg, hogy minél több pontot összeszedjünk a bajnokságban, és akkor majd jövő az majd el, de hogy lesz. Végülis magatokat menedzselitek. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk, Holman Dávidnak köszönjük szépen, és már is folytatjuk az edzői riportokkal.
Bocsánat, egy kis körültekintés után a vendégek mesterét kérdezzük. Hát mit lehet ilyenkor mondani, hogy az ellenfél háromszor is föl tud állni hátrányba, és végül még meg is nyeri a mérkőzést? Igen, nem egyszer ilyenkor szavakat találni, hiszen egy olyan mérkőzés, hogy első fél alapján úgy érzem, hogy ezt mindenféleképpen nyernünk kellett ezt a találkozót. A második fél időben keveset tudtuk birtokolni a labdát, kapkodtunk. Igazából nem is tudtam úgy belecserélni, hogy kellett volna, nem tudtam olyan embereket behozni, illetve aki fönn volt, nem bírta végig, hiszen volt sérültünk is. Nagyon nehéz, hiszen olyan könnyű gólokat adtunk az ellenfélnek, amit nem szabad ilyen szinten, én úgy gondolom. A erőnlét szempontjából mondhatjuk-e azt, hogy a végét jobban bírta a Ferencváros? Hát ha azt nézzük, hogy megfojtották, fölálltak, akkor mindenképpen mondhatjuk. Bután játszottunk, hiszen nem tudtunk labdát birtokolni, nem tudtunk föltartani a labdát, előre rúgtuk, jöttünk ki, mehettünk vissza, és ez persze sokkal több erőt kivesz, de be kell látni, azért volt olyan játékosom, aki kipukkadt. Az mennyire volt zavaró, hogy ilyen összeállításban azért nem gyakran játszott a védelem? Hát ezt már beszéltük a mérkőzés előtt, hogy ez folyamatos problémánk, hiszen egy játékos játszik a posztján a védelemben. Gondolom szó volt a sérültekről. Hát nekünk most ez van, ezzel kell főznünk, amink van. Ez nem egyszerű helyzet, ezt meg kell oldanunk. Köszönjük szépen, itt be is sötétedett. Azért sok sikert kívánunk a Ceglénnek. Minden jót kívánunk, és hát itt az Üllői út félhomályában a Kolicsai Péternek gratulálunk szívből, hogy nyert a csapat, nem akármilyen körülmények között, háromszor is felállt, egyszer két gólos hátrányból, és végül meg is tudta az utolsó percben nyerni a meccset. Köszönjük szépen a gratulációt. Így van, a 4-2-ről én úgy gondolom, egy parádés győzelmet arazott a csapat, és minden dicséret megilleti a játékosaimat. Legutóbbi két meccset is sikerült megnyerni. Mondhatjuk, hogy elindult fölfelé a csapat? Hát igen, lehet ezt mondani igazából, de én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésre külön készülünk. Én úgy gondolom, hogy már a Vác mérkőzés előtt is nagyon jól játszott a csapat, hiszen egy nagyon jó Vácot vertünk meg, és úgy gondolom, hogy ugyanezt mondtam a mérkőzés elején, a mai mérkőzés elején, hogy ez a Cegléd is egy nagyon jó csapat, hiszen ha visszaemlékszünk, az első fordulóban egy 6-3-as vagy 6-4-es mérkőzés játszottak Békés Csabán, úgyhogy rúgják a gólokat, és ezt lehetett látni itt is, hogy 4 gólt rúgtak. De hát igazából most különösebben nem akarok ezzel foglalkozni, annak örülök, hogy behúztuk, 3 pontot szereztünk, és hogy 5 gólt tudtunk rúgni az Üllői úton, és amit te is az előbb elmondtál, hogy 4-2-re tudtuk megfordítani a mérkőzést.